Különböző vélemények vannak arról, hogyan kéne védekezni a koronavírus járvánnyal szemben. Az egyik oldalon a komolyabb védekezés pártiak állnak, míg a másikon azok, akik szerint a már most bevezetett intézkedések is túlzóak. Nehéz az egyensúlyt megtalálni. Mint ahogy a védekezésről nyújtott tájékoztatásban is nehéz ugyanezt az egyensúlyt kialakítani. Filoni Ferencével, a polgármesterrel a Bonyhádon folyó védekezés részleteiről beszélgettünk. Különböző vélemények vannak arról, hogy egy ilyen veszélyhelyzetben, egy járványhelyzetben mennyire szabad kommunikálni, vagy hogyan tegye ezt egy városvezető, vagy akár maga az önkormányzat. Mert nehéz az egyensúlyt megtartani, részben vannak olyan vélemények, hogy bármi, ami ezzel kapcsolatos, az politikai haszonszerzésnek is minősülhet akár. Én ezzel nem tudok azonosulni, én legfontosabbnak továbbra is azt tartom, mint mindig a munkánkban, hogy a lakosság kellően és első kézből korrekt és valós tájékoztatást kapjon. Úgyhogy ez zajlik. Amikor történik valami, akkor igyekszünk hírt adni róla, tárgyszerűen és pontosan. Amikor meg nincsenek hírekkel bombázva a lakosok, akkor is a háttérben kemény munka folyik, tesszük a dolgunkat napi szinten, kicsit nehezebben, mint eddig, hiszen ugyanúgy megvannak a napi teendők, amihez még hozzájárul a veszélyhelyzet által előforduló feladat, ami napi szinten sokkal több munkát és odafigyelést igényel. A képviselőtestület továbbra sem ülésezhet, polgármester hoz döntéseket, de minden egyes döntést megelőzően a testület valamennyi tagjával e-mailen értekezünk, véleményeket cserélünk, kérdésekre adok legjobb tudásom szerint választ, és csak így ebben a formában hozom meg a végső döntést egy-egy kérdésben, ami gyakorlatilag ugyanolyan menetrend szerint van tovább a tájékoztatása, város honlapján minden határozat és pontos döntés megtalálható, de csak olyan esetekben hozunk döntést, a egyszeri segélykérelmektől kezdve akár egy rendeletmódosításig, ami ebben a helyzetben feltétlenül szükséges, vagy határidő miatt, vagy pedig az élet úgy hozza, hogy ebben nincs mire várni és döntést kell hozni. Minden másból bízom benne, hogy megvárhatom a testületnek azt a hagyományos és rendes ülését majd, ami bízom benne, hogy minél hamarabb elkövetkezik. A város polgármestere személyesen vesz részt a védekezés adta napi operatív munkában. Van nálam egy segélykérő telefon, ugye 3 számon hívhatják az idősek a gondozási központot, ezek a telefonszámok mobilokra vannak tovább átirányítva, és az egyik készülék nálam van, bár sokkal kevesebbszer szól, mint ahogy én abban bíztam, de bízom abban, hogy ez annak köszönhető, hogy az idősek továbbra is a családtagjaikkal és a szomszédaikkal a napi bevásárlást és minden más ügyintézést el tudnak látni többségében, de nagyon sokan vannak a városban, több mint 2000-en, ezért továbbra is várjuk az ő hívásokat, és igen, igyekszem, legutóbb a szájmaszkok körül forgott az elmúlt néhány nap eseménye, hiszen hoztam egy döntést, amitre egy kicsit úgy tűnik, hogy talán lehet azt is gondolni, hogy késői vagy lehetett volna hamarabb is, de nagyon sokféle vélemény van. Eleve két táborra oszlanak a szakmai vélemények is a szájmaszkok használatát illetően. Van egy jelentős vélemény, ami amellett teszi le a voksát, hogy aki kilép az utcára és kint van közterületen, mindenképpen használnia kellene, és van egy olyan vélemény, hogy ez teljesen felesleges. Most ilyenkor nehéz úgy döntést hozni, hogy felelősség teljesen ezt megted. Viszont érzékeltem, és úgy gondolom, hogy végül is jó döntést hoztam, hogy van egyfajta lakossági igény a maszk használatra. És egyszerűen csak ez az egy gondolat van a döntés mögött, hogy bárki, aki szeretné használni, akkor annak ne legyen az hátránya, vagy ne legyen akadály, hogy nincs. Egyszerűen nincs ilyen szájmaszk az ő birtokában, ezért a döntés értelmében minden 65 év feletti bonyhádi lakos a saját nevére szóló borítékban, egy háztartásban élők természetesen egy borítékban, a szájmaszk használatáról egy kis tájékoztatóval, az én személyes kísérőlevelemmel a napokban megkapják ezeket a maszkokat. 2000 darabot vásárolt az önkormányzat, több mint 1 millió forint értékben ezekből a szájmaszkokból, amelyek nem egyszer használatosak, fertőtleníthetők, többször használható, mosható, tehát ebből logikusan következik, hogy amíg teljesen tönkre nem megy, addig többszöri alkalommal is használható. Bízom benne, hogy kitartanak a járvány időszak végéig, és azért rendeltünk csak 2000-et, a több mint 3000
valamivel több mint 3065 év feletti lakosnak, hiszen folyamatosan jönnek azok az önkéntes felajánlások is, amelyek a legelső naptól gyakorlatilag, ahogy a veszélyhelyzet beállt, már kialakultak, és ez minden egyes alkalmat megragadok, és ezt teszem most is, hogy megköszönjem hálás szívem valamennyiünk, valamennyi bonyhádi polgár nevében mindazoknak, akik első perctől kezdve mellé álltak ennek az ügynek, kezdeményezőként, támogatólag, és varják folyamatosan azóta is ezeket a maszkokat. A város egy segélyalapot hozott létre, melyre a kezdettől fogva érkeznek a pénzadományok is, már a közel 3 millió forint gyűlt össze. Létrehoztunk Bonyhád Összetart címen egy adományszámlát. A mai napon délben néztük meg legutóbb a számla állását. Erről tudok számot adni, 3.342.111 forint van a számlán, 5.000 forinttól az 1 millió forintig mindenféle összeg érkezett már erre az adománygyűjtő számlára, és kizárólag, ahogy én az adományozókat láttam, bonyhádiak, magánszemélyek és vállalkozók tették ezeket a felajánlásokat. Ezúton is hálás szívvel köszönöm mindegyiküknek, akik úgy érezték, hogy részt vállalnak ebben az adományozásban, ebben a gyűjtésben, és elfogadják aznak az adhok bizottságnak majd a döntését a későbbiekben, amelyek közismert, elismert Perczel díjasaink, a város közismert civil szereplői, dr. Hegedűs Éva főorvosasszony, dr. Füller Imre és Aradi András evangélikus esperes úr már elfogadta a felkérésemet, hogy részt vesznek majd ebben a döntő bizottságban, akik javaslattétellel segítik majd a képviselőtestületnek a végső döntését. Ma még nem tartom továbbra sem fontosnak azt, hogy pontosan lássuk, hogy kik és milyen célral és milyen mértékben részesülnek majd ezekből az adományokból, hiszen egyrészt a járványnak még nincsen vége, még ma sem látjuk pontosan, hogy kiket érint, milyen mértékben lesznek olyan munkanélküliek, akik nem csak átmenetileg, hanem akár hosszabb, tartósabb időre vesztik el a munkájukat, azok milyen családban, milyen körülmények között élnek, mekkora a család létszáma, és sok-sok szempontot lehet figyelembe venni. Erre majd az adhok bizottság javaslatot tesz, és a képviselőtestület majd dönt a felhasználásról. Szerintem bízhatunk ebben a döntésben, és jó helyre fog kerülni valamennyi adomány. Az idősek ellátásának odasztázni is a gondozási központ munkatársaira hárul. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk március 16-a óta, hiszen a veszélyhelyzet kihirdetését követően nagyon megsokszorozódott a feladatunk. Mi kaptuk meg a hivataltól, Bonyhád város önkormányzatától a feladatellátást a 70 éves idősek ellátása tekintetében, ami azt jelenti, hogy mi végezzük nekik a bevásárlást, a gyógyszer kiváltást, illetőleg postai és banki ügyintézést. Napi szinten 16-18 főről gondoskodunk a családsegítő központunkkal közösen, és elmondhatom, hogy nagyon jó tapasztalataink vannak, az idősek nagyon bizalmat nyújtanak felénk, és kollégáinknak ez nagyon megnyugvás, hiszen itt pénzről van szó, elszámolásokról van szó, és mondhatom, hogy csapatunk nagyon összhangba tud működni, ezért nagy köszönettel tartozok mind a családsegítő kollégáinknak, mind a szocgondozói kollégáinknak. Jelenleg ott tartunk, hogy még mi magunk a 60 fővel el tudjuk látni ezt a feladatkört. Igyekszünk meg is tartani ezt a létszámunkat, inkább mozgósítok minden dolgozómat, és egy picit túlorázunk, de megoldjuk. Abból a szempontból nagyon fontos, hogy olyan személyek menjenek ki az idősekhez, akiket már ismertek, akiket már láttak, hiszen, mint mondtam, bizalmi állásról van szó. Bár megtehetné felhatalmazása alapján, mégsem rendel el hétvégére zárlatot a város polgármestere. A kormányrendelet az elmúlt időszakban lehetőséget biztosított minden települési önkormányzat vezetőjének, hogy az adott településen külön intézkedéseket hozhat a veszélyhelyzetben, hétvégére vonatkozóan. Ez minden egyes hétvégére igaz, amíg a veszélyhelyzet fennáll. Én eddig ezzel a lehetőséggel nem éltem, és továbbra sem fogok egészen addig élni, amíg Bonyhádon a járványügyi helyzet nem változik. Bízom benne, hogy ez így lesz. Nem vagyunk sajnos kiemelt turisztikai célpont, nincs olyan tömeges igény arra más településről érkezők részéről, hogy Bonyhádra látogassanak ebben az időszakban. Elsősorban ez a rendelkezés azoknak a településeknek segít, ahol turisztikai központok vannak a Balaton partján, és számos más helyet mondhatnék az országból. Ilyen
döntésre szerintem Bonyhádon nincsen szükség. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy most is gyönyörű idő van, a hétvégén sem lesz ez másképp, és még nem tudjuk, hogy meddig tart ez a veszélyhelyzet. Egyre nehezebb betartani ezeket a szabályokat. Én mégis arra kérek mindenkit, hogy továbbra is minden olyan kérést tartsanak be, ami a korlátozással a kapcsolatos, és minden olyan szabályt, ami a másik ember és a saját magunk egészségének a megóvása érdekében szolgál minket.